A ballag már a Vén-diák dallal vonultak be a Munkácsi Szent István Liceum végzős diákjai a Munkácsi Szent Márton római katolikus templomban megtartott hálaadó szentmisére. A liturgiát követően, a hagyományoknak megfelelően a kilencedikesek átadták a végzősök számára készült tarisznyákat. Ezután a ballagási ünnepség a liceum nagytermében folytatódott. Kristofóri Olga, az intézmény igazgatója felszólalásában elmondta, nagyon hálás Istennek, hogy ebben a háborús helyzetben sikerült megtartani a ballagási ünnepséget. Örülök annak, hogy meg tudtuk szervezni a ballagási ünnepséget, a Szentmisén hálát adhattunk ezért a tanévért, és hát örültünk, hogy ismét látjuk diákjainkat, akiket csak online oktatásba részesítettünk, de ez is jobb, mint a semmi. Nagyon bízunk benne, hogy szeptembertől egészen másképp lesz az életünk, hogy offline oktatásba részesítjük a gyerekeket. Most 16-an ballagtak sajnos a 19-ből, mert 3 diákunk sajnos nem tartózkodik itt, de ezért is hálásak vagyunk. Azért, hogy ennyien összegyűltünk, tulajdonképpen a fél diáktársaság megjött, azért mégis érkeztek ide, és hát nem tudok eléggé hálás lenni az Úristennek mindazért a jóért és kegyelemért, amiben minket részesít. Én bízom benne, hogy ez a továbbiakban is így lesz. A ballagó osztály nevében Dörr Nándor szólalt fel. Beszédében kiemelte, furcsa érzés végzősnek lenni. A tudás mellett hálás alma máterének az erkölcsi nevelésért is. Lehetséges, meg is könnyebbültem egy kicsit, de ahogy egy ajtót bezárunk, úgy másikat kinyitunk. És mi úgy érzük, hogy a vége valaminek, ez csak egy újabb kezdet. Nem csak a tudás iránt kell zsákmányolnod mindent, amit csinálsz, hanem elsősorban az erkölcsöt kéne követned. Mert ha csak okos vagy, igen, és erkölcs nélkül, akkor ravasz vagy. Így meg kell a bölcsesség zsinór mértékével lemérni a tetteidet. Dalida Dániel osztályfőnök számára ez az első osztályfőnöki megbízatás, ami nagyon megnehezített a közel 2,5 év távoktatás. Ez volt az első osztály, ahol osztályfőnök lehettem. Lényegében nekem a főiskola után ez volt az első osztályom, 9. osztályba vállaltam őket. Fogalmam sem volt, hogyan lesz az, de hát ahogy látjuk, az év folyamán sikerrel járt sajnos a Covid, most a háború is minket elzárt egy kicsit. Ha online tanulunk, online nem az, mint élőben, amikor nem látod a gyereknek a szemét. És persze nem maradtak el az útra való jó tanácsok. Emlékezzenek arra, amit az intézmény falai adtak nekik, a tudáson kívül is a jó hangulat, és ne felejtjék el, hogy Isten közelette az mindig mellettünk van, és ahogy említettem is a beszédembe, Istentől ne legyenek távol, hanem csak közelebb. Jézus szavát tudom idézni, ne féljetek! Az ünnepség végén a Munkácsi Szent István Liceum végzős diákjai okleveleiket, a kilencedikesek pedig bizonyítványaikat vehették át.